Április 24-e Sárkányölő Szent György napja, aki a lovagok, a lovaskatonák, a fegyverkovácsok és a vándorlegények védőszentje volt. A modern világban Szent György a cserkészek és a rendőrök patrónusa. Ezen a jeles alkalomból tartják meg a rendőrség napját országszerte, amelyen átadják a kitüntető címeket is. Bonyhádon Filóné Ferenc Cibolya köszönte meg a rendőrség munkáját. Én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen jeles napon, egy ilyen kitüntetett napon több figyelem fordítódik egy különleges szakmára, így az önökére ebből az alkalomból, akkor valami kapcsolódási pontot igyekszünk mindig keresni a sajátunk és az önök munkája között, és ezt nem volt nagyon nehéz megtalálni, hiszen az a kitartó és elhivatott munka, az a hivatás, ami az önök munkáját jellemzi, az gyakorlatilag egy városvezetőre is, meg egy városvezetésre is egyaránt jellemző kell, hogy legyen, különben nem végeznénk jól a dolgunkat. És bízom benne, hogy egymás munkájáról azért alapvetően elmondható, hogy ezt így gondoljuk. Hogyha egy mondatban kellene megfogalmaznom azt, hogy állampolgárként mit gondolok arról, hogy mi a legfontosabb a rendőrségi munkában, akkor azt úgy tudom megfogalmazni, hogy önök nap mint nap azért dolgoznak, hogy mi biztonságban legyünk. És szerintem ez a legfontosabb, hogy ez a szó az utóbbi időben azt gondolom, hogy eléggé felértékelődött, és most a biztonság szó minden értelmét ide értem, de alapvetően a közbiztonság elsősorban az, ami a rendőrség feladata. Filóné Ferenc Cibolya polgármestertől az év bonyhádi rendőrének járó elismerést Gyergyói Tamás alezredes, a bonyhádi rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője vehette át. Szolgálatait 2020 óta teljesíti a városban. Ez nem az én érdemem egyedül, valamennyi kollégáim, illetve az összes munkatársam érdeme az, hogy én megkaphattam ezt a kitüntetést tavaly napon. 51 fő van közvetlenül az irányításom alatt. A teljes rendészeti szakterület, mindenfajta közlekedésrendészet, rendészet, bűnügy, minden, ami van, az a mi feladatunk itt jelen pillanatban. Közbiztonság megteremtése, rendezvények biztosítása, általános rendőri feladatok végrehajtása. A rendőri munkám az elvilegben minden nap azzal kezdődik, hogy én is nagyon korán beérkezek. Reggel átnézem az elmúlt 24 órában keletkezett íratokat, áttanulmányozom azokat az intézkedéseket, a döntéseket, amit meg kell hozni, azt meghozom, és akkor a ügyrendnek megfelelően a különböző helyzeteket megpróbáljuk kezelni, illetve reagálunk azokra a dolgokra. Kollégák azokkal, ugye mivel ez egy kis kapitányság, nagyon barát, illetve tényleg kollégális a maga a csapat összetartás, megpróbálunk mindenre azonnal reagálni, tehát úgy gondolom ez a bonyhádi kapitányság egy igen jó légkörű és jó munkaerővel bíró szervezeti egység. Nagyon sok újdonsággal találkoztam, ugye mivel egy kisebb közösség a munkaterületén, eddig általában nagyobb kapitányságokon dolgoztam, de viszont minden dolognak az életben ennek is megvan a maga előnye, a maga hátránya. Én úgy gondolom, hogy egy kis közösségben sokkal jobban oda lehet figyelni egymásra, sokkal jobban lehet tenni egymásért, illetve azért a feladatért sokkal jobban oda lehet állni, amit szeretnénk végrehajtani. Budapesttel összehasonlítva Bonyhádon, itt véletlenül kevesebb a maga az intézkedés akkori körülmény, viszont itt sokkal személyesebbek a kapcsolatok, sokkal kisebbek, már területék a város, illetve a település, az emberek közvetlenül fordulnak a rendőrökhöz. Budapesten például ott nagyon nagy a bűnügyi fertőzöttség Bonyhádhoz képest, ott inkább egy ilyen tucat termelés, illetve hát egy gyors reagálás kell ott is, csak nem ennyire személyes, mint itt. Elmondása szerint a rendőrség napján nem csak ő érdemel elismerést, hanem mindazok, akik szolgálataik során helytállnak.